Az egészségvédelmi és a szociális kiírásra is 12-12 pályázat érkezett a hivatalhoz. A Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság úgy döntött, hogy ezekből kettőt támogat. A pályázatok közül kiválasztunk néhányat, 1-2-3 pályázatot, amik úgymond nagyobb összeggel támogathatók, így nem aprózódik el a keret, és olyan projekteket tudnak megvalósítani a pályázók, ahol a pénz is hasznosul. Na most az egészségügyi keretnél és a szociális keretnél is két nagyon értékes pályázat érkezett be. Az egészségügyi alapellátási intézmény egy röntgen digitalizáló gépre nyújtotta be pályázatát, mivel a korábbi felszerelésük már elavult. A családok átmeneti otthonában pedig fűtéskorszerűsítésre költik a támogatást. Idén a Nagykanizsai Önkormányzat szociális alappályázatán pályáztunk, és a meghirdetett 1 millió forintos keretösszeget meg is nyertük, melyet az intézmény fűtéskorszerűsítésére fogunk fordítani. Az összeg nagyjából a 80%-át fedezi a költségeknek, úgyhogy jelentős részében hozzá tudott járulni így az önkormányzat a fűtésnek, vagy kazánok cseréjéhez. Az épületben különösen fontos volt már a csere, hogy biztosan ne legyen semmilyen probléma az intézményben a melegvízzel és a fűtéssel.